A küldött gyűlés Radetzky Jenő a Fejér megyei kereskedelmi és iparkamara elnökének köszöntőjével kezdődött kedden délelőtt. A rendezvény első felében ünnepélyes keretek között adták át a kamara által alapított díjakat. Elsőként a Fejér megye gazdasága védelméért díjat adták át, melyet idén Tábori Kitti, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság rendőrhadnagya vehetett át magas színvonalú bűnügyi felderítői munkájáért. Innovációs díjban részesült a Mesterdíjas és Nívódíjas építő M+M Kft., melyet Kisboton Márton ügyvezető vehetett át. Az év vállalkozója díjat ebben az évben Fiers András, a Fiers Mechanika Kft. Tulajdonosa érdemelte ki, a Fejér megyében kiemelkedő tevékenységet folytatott eredményes példaértékű munkájával. Az Iparkamara ellenőrző bizottságának tagja híradónknak elmondta, a díj újabb motivációkat ad számára, a következő két évben egy megmunkáló központ vásárlását tervezi. A cégünket édesapám 1980-ban alapította, én úgy gondolom ez díj, túlnyomónak annak szól, hogy a 42 éves cég még prosperál. Én is megtettem 20 éve, dolgozok a cégnél, és ezúton is köszönöm a kollégáimnak, akik kitartottak mellettem, a családnak, aki egyébként itt van a helyszínen, és támogatnak mindenbe, amiben, és ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. A küldőgyűlésen az év fiatal vállalkozója díj is gazdára talált, melyet ezúttal Möllmann Eszter, a Möllmann ház tulajdonosa vehetett át. Karsai Béla pedig, aki korábban már számos rangos elismerésben részesült, a kamara életműdíját vehette át, áldozatos, magas színvonalú munkájáért. Valahogy soha nem éreztem azt, hogy ez munka, hanem jó érzésű szórakozás, ha úgy tetszik. Jó dolog az, amikor az ember sikeres üzletet köt, jó dolog az, hogyha a munkatársak azt érzik, hogy stabil munkáltatójuk van, és kiegyensúlyozott életet élhetnek ők is, fejlődhetnek, van karriercél. Szerintem ez mindenkinél fontos. Talán, ha mondhatom azt, hogy nálunk ez szerényen, hát úgy érzem, hogy megvan. Az ünnepélyes díjátadót követően a tagok köszöntötték az országos szakmai versenyeken kimagaslóan teljesítő tanulókat, majd megtárgyalták a 2021-es és 2022-es év szakmai és üzleti tervét.